Hi guys! Welcome everybody in the Tomi Kisgép Szereld Live-ban! Hello! Sziasztok! A mai videóban egy önindítót fogunk megnézni, amelyet összecsinfluencerkedtünk, mert Ádámka addig tekerte vele a traktort, igazából nem indult a traktort, csak nem ment füvet nyírni önindítóval, és hát meg lett annak az eredménye, hogy egy pöppet megsült. Hova utassa? Itt, tessék! Very, very nice! This is the boss! This is the boss, the boss, and roasting igen. Coil, roasting coil. A jól átsütve, az most itt megsütődik csinálni, tehát ez, ja. This is the roasted coil, and roasted coal kefe. Ezt jól elmondtad, Ádám. Viszont van pozitívum is a dolognak egyébként, a családnak a következő pár hétre nincs szüksége szénre. This is the beautiful. Mond this is the good job. Is the beautiful. Beautiful is Avezome starter motore. Fikenica, prikvonjaca, lasis, sinkefinjaca. Ja? Da. Good job, very good job. Nice, Thomas, nice. Nem mondták neked még, hogy a motor belsőleg is nem az nitto. Motoren kaput. Konyec firma! Hogy lehetünk ekkora far? Komolyan! De bazd meg! De most mondd azt, mi nem jó? Azt mondod, hogy van másik. Hát az bazd meg! Gyere, akkor segíts, ezt kerítsük el. Miért segítsek el? Ha! Figyelj, van másik! Oh, it's beautiful! The chinfluencer is this... Nem, not is van itten, nem, not. Ah, ott van, starter motor. Beautiful az is. Beautiful a nyugi, relax. Ne influenszek egy annyira, mert az Epic-re megy. Tomi a mechaniker. Nem. Nekem szerintem nem lenne, hogy a csopajzsot lehúznánk erről is. De fölül a csavarja. Hát de bazd meg. Mi a tököm konkrétan kigyulladt? Nem, Ádám, addig hajtottam, eddig azt mondta, hogy pisz. Ott van, Ovison Beautiful. Ádám ügyes volt. Megint. Tehát az a vicc, hogy a forgórész ugye amúgy nem jön ki... Nem jön ki belőle. Gyakorlatilag a szigetelés beleégett a faszba. Tehát megpróbálom nektek demonstrálni, hogy milyen jól dolgozott Ádám. Ádám olyan kurva jól dolgozott, hogy ezt figyeld. Megpróbálom nektek demózni, jó? Tehát... Na, most megmozdult a kis gezit. Szedjük szét! Tadám! Éj! Ebben meg ettől a mágnes. Viszont akkor másik házába össze lehet valahol rakni. Ó, wow! Mekkora cooperation, bazd meg! De várjál, ezt is ki kell mosni. Jó, hát ennek is gatter, nem? De egy próbát még végül is megér. Pöpöt legyen. Itt tulajdonképpen eteted a mágnest. Jó van, na ez meg azért, mert meg kellett kalapálni egy picit véletlenül. Véletlenül? Véletlenül. Egész véletlenül. De bazd meg, rohadjad meg, hogy a kettő nem lesz egyforma. Nem, hát. Miért is lenne? Mi lenne, ha én ezt egy ledrót kefézném? Hogyan fogalmazott nektek? Lemosnám brigéciollal, kipolíroznám, gyorsan lefújjuk a kicsit újra feketére ezt a szart, lomispiacon meg eladjuk. Ott meg kifényesítjük, összerakjuk, és a lomispiacon eladjuk egy tízesért, és ebből veszünk egy újat. Ezt érezzük, hogy döglött lopatkolása megy. Van időnk, nem? Hát végülis háromig még van idő. Döglött lopatkolásának klasszikus esete forog fenn, nem lesz jó. Tomi, most már aztán a kisistennek a fasza is széthullott, tehát elrakhatom a... Jó, mondjuk a bronzkeféket is elrakhatom szerintem, mert... Ezt meg visszalakni. Tomi, szerintem fogjuk meg, basszuk be a dobozba, és nagyon jó lesz szemétbe. Hát de bazd meg, most valljuk meg az igazat, leégett a szigetelése, hogy mi lelakkozzam újra. Mit tudom én. Tehát bekenem bazd egy gyertyaviasszal, vagy lágy babaszarral, nem is tudom. Lágy babaszar jó lesz szerintem is, gyerekek, amúgy. Na hát... De ezt nem tudja fogni, tehát ez nem is értem. Tomi, azt úgy kell, hogy befogadod ide a satúbbá lesz az egész önindító testet. Majd mondjuk a kommutátort lehetne martodon megpucolni, nem? Hát nincsenek már meg közt az elválasztások. Ha megvágjuk fűrész lappal újra. Tomi? A kontrolladba kell. Hát... Miért vagy ilyen kurva negatív? Elkülönös a melekesedés, na. De most miért tartom. De várjál, mert ez a... Az a melyik? Ez a másik szak. Ez a melyik nem annyira égett össze, csak a mágnese tört el. Ez a frissen sült, az meg a végig.
Na de várjál, és akkor most a frissen sültet akarod összerakni a kevésbé frissen sültnek a szénkefeházával. Uh-huh. Jó, mondjuk azért azt érezzük, hogy ez két szénkefeházá... Na, egyes vagy kettes válasz, ki melyiket építené be? Egyes jelentkező... Így most gyönyörű. Nagyon látszik a lényeg, tökéletes. Vagy a kettes jelentkezőt. Várjuk a megfejtéseket. Egyébként bazd meg, várjál, mert abban még benn van legalább a hézakológyűrű is. Hú, de jók vagyunk! Ez nem fog belemenni, higgyél nekem. Nagyon gyors vagy. Te ahhoz... Nagyon, te olyan ügy, egyébként errefele lenne a csavar, csak mondom. Tudományra nem vagy te olyan gyors fiú, hidd el. De rohadjak meg, nem, bazd meg, hagyd a bűrös gecibe, mert nem lesz jó. Mert a másiknak a forgó része kell lám bele, he. Mert más a izéház, látod? A magassága. Mert ezzel nem is fog ráérni a szénkefékre. Igen, de azt akarom megcsinálni, kihézagolom a faszomba alul. Hol? Ott. De nem az a baj, Tomi. Fog már fő. Nem lók ki a végé. Nem. Azért átkörökni a másik forgó részét rá. Mert ugye látod, hogy van egy ilyen tuszli baszom a végén. Annak az belesüljed, ez meg ilyen negatívos. Tehát az tuclis, az meg nem tuclis. Rohadt szakszavakkal. Szakszavakba az meg. Szerintem a C válasz. Magyarul dobjuk ki a picsába, lehet? Tomi, most milyen herét csinálsz? Kirúgtam azt a lópét. De mi a pöcsömnek? Hát ráhúzod a másik házat. Ja? Csak a hegyét, a többi ma becsúszik magától. Bazd meg, mi lenne, ha levágnánk a házból akkorára? Nem, az mondjuk egy jó valid opció. Hú, a gányolás! Na, ez most minden... Gányolás overload, bazd meg! Minek gányoljuk meg, hogyha amúgy is szart, tehát így... De figyelj, de mekkora gányolás lenne, figyeld, már van egy kurva jó ötlete, ezt figyelj, Tomi. Levágunk a ház aljából annyit, hogy jó legyen, mit szólsz hozzá? Vagy mi lenne, ha mágnes kicserélnénk? Faszom. Van egyáltalán opció, hogy kicserél, ki lehet ütni, vagy ragaszt? Igen, ki lehet, mert itt van egy lappal beütve. Uh-huh. És beegyél, milyen gyorsan fogjuk eltörni szerinted? Kurva gyorsan, meg van rakra ragasztva mindenki. Ó, hogy a rohadás egye meg. A szemre. Jóval. Kicsi furvaság, van benne annyi kell bele. Valaki regisztrálja már be, legyen szíves, a Pakisztán Lawnmower Truck domaint. Azt hitted? Azt hitted, Tomi? Azt hitted? Mi is csinálsz? Hát meggyentülöm, hogy jó legyen, bazd meg. Hát Tomi, ez professzionális munkát kell végeznünk, nem gányolni. Professionális work, bazd meg! Mit akartok? Hát szerintem a brissen ízbe így csinálják. Hogyha ez elindul és működni fog, akkor csinálunk róla egy epizódot, tehát összevágjuk. Hát ez nagyon jó. Na, ha ismérik azt mondják, hogy gányolunk, akkor mutassuk meg, hogy hogyan kell ezt igazán csinálni hardcore-ba. Hogyan nyomja egy full gányoló? Pakisztán Lawnmower Truck. Ó, bazd meg, figyelj, hát ezt a megégett részt, ezt le kellene még róla szedni, nem Tomi? Nem? Hogy elfér be? Bőven. Sok fényforgács mellé jó, bőven jó. Ja, most kis fényforgács, akkor mi van? Ne legyél finnyás, most levágtuk, és akkor hogyan vagyunk? Kányolás, áfásszámla nélkül. Mondom, besírok be ezek, hogyha ez működni fog. Gyerekek, tudom, vasfűrészlappal is meg lehetne csinálni, de most lusta vagyok megkeresni. Kommutátor felújítás. Pakisztán trák, meg az indiaiak mindig így nyomják, mégis működnek van. Ja. Néha irigyel tőlük a gányolás szabadságát egyébként. Ja. Azt még ott szag is néznek az ilyenre. Így van. Ó, bazd meg. Így a jó! Na most kéne a zsebbika. Legelőször össze kéne csavarozni. Na, ott a levágott darab az önindítóból. Na. Azt mondja, nézzük gyerekek! Ja, várj, be kéne kapcsolni. Van test?
Nem tudom, Tomi. Te, a székkafék azok vissza. Lehet, hogy a székkafék nem akadtak vissza. Ó, itt forog. No. Testtel van valami hiba, bazni. Az előbb megütögetted, várja, mert azt mondom, azok a szénkefék még nem ugrottak idejön vissza. Kurva! Szerintem van egy kis szökhiba abba a vágásba. Zuháljuk meg. Kalapács. Csilla, énekel meg zuháljuk. Kurva jó. Aláhangszerelünk. Megígértük, hogy itt leszünk, úgyhogy ja. Itt is vagyunk, csak a mikrofont lekapcsoltam. Hát bazd meg, a kurva élet. Fia, bemozogja magát. Adam, azért kell várni a videót. Te vágjál! Oké, megvágod! Nem áll még kettőre tedd föl! Simán! És működik, és forog, és forog! Ez, srácok, ezt megvágom MHVlog 2-re, hogy ha már egyszer gány faszomnak hívja be minket, akkor itt egy igazi gányolás, ami működik, bazd meg! De, esik, majd jó én itt tudok! Majd belefejeltél, bazd! Még a rugót majd fel kell raknunk rá, Tomi! Azt a nem is melegszik annyira! És a zsebbika indítja. Hát jövő, a nagy aksió lesz. Várjál, ez kell rugó? Nem. Azt így kicsapja magát. De nem az, hogy jó, hanem így visszaindul, tudod. Átrakod ja. Ezt. Köszönjük szépen. Faszom, megyek szó. Köszönjük, benne van baj. Hogy ne látszanak! Na akkor most egy kis magyarázat, hogy mi volt az a gányolás, ez az ipari méretű gányolás. Beszart a fűnyíró traktoron az önindító. És igazából volt egy fölös órám, amit Ádámnál, azt addig pusholtam, meg basztattam, amíg nekiálltunk összerakni a dolgot, és hát így közös erővel és Ádám flexuális tudásával a két leégett önindítóból egy kevésbé leégett önindítót sikerült összerakni, ami működik. Ugye az igazság, hogy annak más, tehát az egyikben a mágnes volt összetörve, a másiknak összeégette bele, szó szerint. De a ház nem egyforma magas volt, és a pakisztán truckból látott módszereket alkalmazva fogtunk, és lazán leflexeltük. Igazából egy poénból összeállt, és most Bobó bemegy a kép... Guszti nem megy be. Guszti. És Guszti bemegy a kamera. Figyelj, Gugu, gyere ide! És kikerül, intelligens kutyam, kikerül a kamera. Na mindegy, lényeg az, hogy igazából egy jó poénnak nekiálltunk, és gondoltuk belőjük a live-ot így a szűkbaráti körnek, akikkel nem tudunk találkozni a korona miatt. Úgyhogy ez viszont akkora egy műsor lett belőle, hogy mindenképpen mondtam, hogy én ezt megvágom videó, mert haveroknak live-ban megcsináltuk. Ja. Csak akkor, tehát a minőségre előre is bocsi, mert ugye le lett rippelve a Facebookról. Ja. És hát Így sikerült, hogy a végére most egy monológot azért felvettünk, de a lényeg úgy, hogy működik. Ha már úgy, hogy kontár faszodnak vagyunk elkönyvelve, akkor legyen már egy videó, ahol tényleg a legordas nagyobb gányolást hagyjuk végre, amit csak lehet. De működik. És bazd meg működik. Szóval ennyit erről, hogy gányolás meg ilyesmi. Néha az is működik, és ha kibír mondjuk egy szezont, akkor tényleg jó munkát végez. Ha egy indítást kibír, akkor is ingyen volt. Akkor igen. Is ingyen volt. Mindenképpen fogok venni egy másik önindítót. Van nekem otthon, hogy is hát akkor ne. De ezt addig fent hagyom, ameddig működik, és megnézzük, meddig. De tényleg, kíváncsi ez, meddig fog működni. Azt nem biztos, hogy lesz róla a videó, hogy meddig működött, de... De majd a végén elmondom, hogy ha megdöglött, akkor majd ilyen update-ként a Tomi jelent, hogy megdöglött. Akár. De jó poén volt. Mi rohadtul élveztük. Mi rohadtul élveztünk. Mi a konklúzió ebből, Tomi? Hát, hogy lehet gányolással is működő dolgokat összehozni, és nem mindig kell mindenből azonnal újat venni. Rohanni a boltba. Figyelj, ha egyszer pénzbe nem kerül, egy próbát megérni. Ez mennyi volt? Egy olyan 3-4 óra munka? De azért, mert végigfaszkodtuk az egészet. Jó, persze ezt egy 4 órát össze lehet rakni, csak közben egy influencerkedtünk össze-vissza, meg poénkodtunk, hogy legyen műsor a haveroknak. Ennyi. És hát, ja, működik, beszarás. Na mindegy. Igazából nem kell mindig a fehér kesztyűs, nagyon elitista megoldásokat követni. Hogyha egyszerűen rá vagy szorulva, akkor lehet monyákolni, gányolni is,
és persze ez nem főállásba, de magadnak otthon valamit megtaknyolsz, a kutya nem fog érte szólni. Ha működik, igen, működik. Ennyi legyen a konklúzió. Úgyhogy ja, szerintem ez... Az zárjuk le. Ez egy jó poén volt. Na. Sziasztok! Csöcsö!